Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 22-én kinyílik újra egy égi kapu a Plejádok felé. Most vannak ezek a portál napok, ami tegnap indult, és 10 napon keresztül tart. Mit jelent egy portálnap? Ez egy finom energiamező, van gyógyító hatása, kinyílik egy égi kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy rituált, ami este 11 órakor indul, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy melyik portál napon miről van szó, erről beszámolok mindig ezeknél a videóknál. Most a 22-én lévő, október 22-én lévő portál napról van szó. Az, hogy mikor van egy ilyen különleges nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. Egy rezgés 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A 13-as szám a majáknál az egy misztikus szám volt, sőt, ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap október 22-én a 11. nap az 5. hullámban. A 11-es szám az a mestereknek a száma, tehát ezen a napon mesterien elkészítünk valamit. Amit a napi energia még jelent, hogy bizonyos dolgok lezáródnak, vagy befejeztünk egy bizonyos munkát, és megvan a lehetőség egy új kezdetre. Vannak ötletek, vannak tervek. Sőt, nem vagyunk egyedül ezzel, hanem vannak külső befolyások. Ez lehet segítség, de lehet olyan befolyás is, amikor valaki hátráltat bennünket, így oda kell figyelni a kapcsolatokra, vagy bizonyos szerződésekre. Ebben a maja naptárban minden nap van egy szimbólum. Ezen a napon, október 22-én Akbál uralkodik. Akbál lefordítva éjszakát jelent. Látható a képen. És ez összefüggésben áll az álmainkkal. Lehet, hogy lesz egy álomkép, és annak van egy fontos jelentősége. Vagy, hogy valaki álmodik rólunk, gondol ránk. Az is lehet, hogy vannak álmatlan éjszakák, és ez a szertartás segít abban, hogy mély álom legyen, hogy kipihent magadat. Amit Akbál még jelent, az a belsőnk, az intuíciónk, vagy az inspiráció. Itt ennél az energiánál inkább az érzelmekről van szó, az öntudatunkról. És most összefoglalnám azt, hogy mi az energia ezen a napon, hol hat ki a szertartás. Át tudjuk tenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságon. Ha álmatlan éjszakánk vannak, akkor abban is segít, hogy jól kipihenjük magunkat. Van gyógyító ereje. Vannak lehetőségek, ami a spirituális témákat jelenti.
Kihat ez az energia az érzelmekre is, természetesen kihat bizonyos kapcsolatokra is. Ez lehet egy párkapcsolat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!